Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke azt mondta a napokban, hogy a makói Continental gyár megint bizonyította, hogy az egyik legrosszabb munkáltató az országban. A Mi Hazánk mozgalom ezzel teljes mértékben egyetért. Nem egy aljas húzásokról értesültünk már az elmúlt években, de ez a mostani talán túlmegy mindenen. 50 magyar dolgozót rúgtak ki, ráadásul úgy, hogy nem is értesítették őket, és a szakszervezetet sem tájékoztatták. Ráadásul ezek régi, jól kipróbált dolgozók voltak. Volt köztük olyan, akinek 25 és fél éves munkaviszonya volt. Ez azt jelenti, hogy neki egymaga több éve volt, mint a gyár vezetésének teljes egészében. Ráadásul külön felháborító, hogy velük tanították be korábban a harmadik világbéli vendégmunkásokat, és sejthető az is, hogy helyükre is vendégmunkásokat akarnak felvenni, akik nem is dolgoznak olyan jól, mint a magyarok, mégis azt látjuk, hogy most már lassan 200 vendégmunkás dolgozik Makón a Continental gyárban. A Mi Hazánk álláspontja szerint ez súlyos, magyar ellenes diszkrimináció, amit a makói Continental gyár vezetése levezényelt, de országos szinten ennek az egész káros folyamatnak a levezénylője a Fidesz, a magyar kormány. A Mi Hazánk kiáll a jogtalanul elbocsátott dolgozók mellett, támogatjuk a szakszervezet jogos törekvéseit, az érdekképviseleti harcát, és mi azt szeretnénk, hogyha egy teljesen új vezetést kapna a makói gyár, mert a mostani bizonyította már sokat gyára, hogy teljesen alkalmatlan, továbbá a jövőben is küzdeni fogunk azért, hogy gátat szabjunk a harmadik világbéli vendégmunkások bejövetelének, és felépítsünk egy olyan országot, amely a magyar munkás megbecsülésére épül, és nincs szükség vendégmunkásra.